Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a sajtó képviselőit, és tisztelettel köszöntöm a nagykövetségek delegált munkatársait. Örülünk, hogy ők is figyelemmel kísérik a magyar külgazdasági politika alakulását. A magyar gazdaságpolitika legfontosabb célkitűzése az idei esztendőben az, hogy bekövetkezzen a növekedési fordulat. Mert hogy ami a magyar gazdaság folyamatait és adatait illeti, szinte kizárólag jó hírekről tudunk beszámolni. Hiszen azon 5 Európai Uniós tagország között vagyunk, aki képes államadósságának csökkentésére, azon kevés Európai Uniós ország között vagyunk, amely a tavalyi esztendőben rekordot jelentő alacsony hiánymértéket ért el, a tavalyi esztendőben 2% alá tudtuk szorítani a magyar költségvetés hiányát. Jelzem, hogy az Európai Unió 3% alatti hiányt vár el, mi 2% alá tudtuk vinni a magyar költségvetés hiányát. Reméljük, hogy ez jó előjel a túlzott deficit eljárás tekintetében, ahol szintén remélhetően kizárólag a számok, tények és az európai jogszabályok alapján születik majd döntés Magyarország tekintetében. Tehát az idei esztendőre a legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzés a növekedési fordulat elérése, hogy a makroadatok közül ez az utolsó mutató is jó irányba forduljon. Ehhez már pedig arra van szükség, hogy a keleti nyitás stratégiáját azt sikeresen hajtsuk végre az idei esztendőben is. A keleti nyitás stratégia sikere érdekében döntöttünk úgy, hogy a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt, a HITÁ-t átszervezzük. Megvárom, hogy a technikai kérdések is lebonyolódnak. Szóval a keleti nyitás stratégiájának sikerre vitele érdekében úgy döntöttünk, hogy átszervezzük a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt, mégpedig azért, mert hogy beazonosítottuk a magyar gazdasági növekedés legfontosabb forrásait, és a magyar gazdasági növekedés, tehát a növekedési fordulat elérésének egyik legfontosabb forrása a magyar vállalkozások export teljesítményének növelése. És most a HITÁ-nak minden erőforrást, és az erőforrások nagy részét azért kell mozgósítania, hogy a magyar vállalkozások export teljesítményét növelni tudjuk. Magyar kis és közepes vállalkozások alkalmazzák a magyar munkavállalók 75%-át, 3/4-ét. Ehhez képest ezen szektornak a részesedése a magyar export teljesítményből az 20% körül van. Ráadásul ezen belül a magyar tulajdonú kis és közepes vállalkozások hozzájárulása a magyar export teljesítményhez az 12%. Tehát amíg a magyar emberek 75%-át, a magyar munkavállalók 75%-át kis és közepes vállalkozások alkalmazzák, addig csak 20%-ot tudnak a magyar export teljesítményből felmutatni. Éppen ezért a HITÁ ügyfélkörét 2000 vállalkozásról 3000 vállalkozásra fogjuk növelni ebben az esztendőben. És hogyha tanulmányozunk a Magyarországot körülvevő makrogazdasági környezetet, az eurózóna folyamatait, az alapanyag és nyersanyagárak növekedését, valamint a WTO 2013-as előrejelzését, amely a fejlett országok áruexportjában 4, a fejlődő országok esetében pedig 7%-os növekedés mutat, akkor jól látszik, hogy a magyar export és a magyar exportáló vállalatok szempontjából nem számolhatunk az európai piac jelentős bővülésével. Ez pedig azt jelenti, hogy az erőforrásaink nagy részét annak érdekében kell mozgósítanunk, hogy az európai piacokon megszerzett pozíciónk fenntartása mellett a keleti, gyorsan növekedő piacokon egyre erősebb pozíciót fogjunk magunknak. Ez pedig azt jelenti, hogy a keleti nyitás stratégiáját komolyan véve az idei esztendőben is azt sikerrel végre kell hajtanunk. Jelenleg
A magyar export 76%-a az Európai Unió tagországaiba irányul. 12% irányul az Európai Unión kívüli európai piacokra, és 12% más kontinensekre. Tehát stratégiai kérdés az, hogy az Európai Unión belüli pozíciónk megtartása mellett jelentősen növelni tudjuk a magyar vállalati szektor exportját az EU-n kívüli európai országokba, például ugye Nyugat-Balkán, mint a keleti nyitás egyik stratégiai pillére, illetve az Európán kívüli piacokra, ahol elsősorban Kína és a Távol-Kelet, az arab világ, a kaukázusi térség, valamint az afrikai piacok jönnek szóba. Magyarul be kell azonosítanunk azokat a piacokat és azokat a csomópontokat, amiket el kell találnunk annak érdekében, hogy a keleti exportbővítést végre tudjuk hajtani. A mi célkitűzésünk az, hogy 2018-ra, tehát 5 esztendőn belül egyharmadára növeljük a magyar exporton belül a keleti nyitás által érintett Európai Unión kívüli piacokra irányuló magyar exportot. Tehát a magyar export egyharmada az a keleti nyitás által érintett térségekbe irányuljon a magyar nemzetgazdaság egészét tekintve. A másik célkitűzésünk pedig, hogy a magyar export, a magyar gazdaság export teljesítményén belül a magyar kis és közepes vállalkozások részarányát is növeljük. Ezt célozza az az erőfeszítésünk, hogy 2000-ről 3000-re kívánjuk növelni azon magyar vállalkozások körét, akik a hita ügyfeleiként számítanak. Na most ehhez szerkezeti átalakításokra volt szükség itt a hitában. Azt önök már tudják, hogy két új elnök helyettest is kineveztem, akik közül Bilek Péter a hálózatirányításért, Kerekes György pedig a befektetésekért és az üzletfejlesztésekért felel, és Faragó Péter pedig továbbra is az operatív elnök helyettesi feladatokat látja el. Világosan látnunk kell, hogy a keleti nyitás által érintett országok piacain igenis szükség van arra, hogy a magánszférák, tehát a vállalatok közötti kapcsolatok felvétele és azok erőssége szempontjából az állami gazdaságpolitikai kapcsolatoknak is működniük kell. Magyarul a keleti piacokon igenis szükség van arra, hogy gazdasági vegyes bizottságok keretében az országok között létrejöjjenek azok a nemzetközi megállapodások, lásd beruházásvédelem, lásd kettős adóztatás elkerülése, lásd gazdasági együttműködési megállapodások, amelyek megalapozzák a magánszférák, illetve a gazdasági tehát a vállalatok kapcsolatát. Ezért tehát a hita az eddigiek mellett a gazdasági vegyes bizottságok munkáját is nagyobb intenzitással fogja támogatni. Emellett létrehoztunk egy olyan főosztályt, amely kormányzati kapcsolatok főosztály néven működik, de ezt négy részre osztottuk annak érdekében, hogy a keleti nyitás stratégiájának segítéséhez a legtöbb kapacitást tudjuk mozgosítani. Külön szervezeti egység foglalkozik magyar vállalatok külpiaci érvényesülésének támogatásával a balkáni térségben és a független államok közösségének országaiban. Azt tudjuk, hogy a nyugat-balkáni befektetői beruházói pozíciónk erős, de további erősítésre szorul, és tudjuk azt is, hogy az Oroszországba irányuló mezőgazdasági exportunkat jelentősen meg kell növelni, a kaukázusi országokban betöltött jelenlegi kedvező pozíciónkat pedig ki kell használni. Aztán egy külön osztály fog foglalkozni a távol-keleti és a latin-amerikai kapcsolatainkkal. Ugye Dél-Amerikában nagyon komoly képviseleti problémákkal küzdünk. A Dél-Amerikában néhány évvel ezelőtt még 12 nagykövetségünk működött, ma működik 4. Tehát gyakorlatilag a jelenlétünk az a szükségesnél jóval alacsonyabb. Éppen ezért az itteni gazdasági térnyerésünket azt meg kell alapozni a diplomáciai kapcsolataink erősítésével. Ennek érdekében a kormány elé egy olyan javaslatot terjesztettünk, amelynek nyomán Chilében újra kívánjuk nyitni a nagykövetségünket.
A São Paulo-ban pedig az eddigi konzulátusunkból főkonzulátust szeretnénk csinálni. Aztán egy következő részleg, egy osztály, külön osztály foglalkozik a közel-keleti és afrikai vállalati érvényesülésünknek a támogatásával. Ugye közel-kelet az arab országokat jelenti. Itt most elsősorban, ahol jelentősen növelni tudjuk a kereskedelmi kapcsolatainkat. Afrika tekintetében pedig én azt gondolom, hogy az egy, hogy is mondjam, a világgazdasági folyamatok és világpolitikai folyamatok teljes félreértésén alapulhatott, hogy az afrikai képviseletünket gyakorlatilag felszámoltuk, alig vagyunk jelen Afrikában. Hogy ezen a helyzeten is egy kicsit javítsunk, egy olyan javaslat kerül a kormány elé, amely a nigériai nagykövetségünk újranyitását fogja eredményezni. Szóval az afrikai jelenlétünket újraépítjük, a közel-keleten pedig az arab országokból Közép-Európába irányuló tőkéért folyó versenybe nem csak beneveztünk, hanem ott erősítjük is a kapcsolatainkat. És egy külön részleg foglalkozik az Európai Uniós és Észak-Amerikai piacon történő érvényesülésünk támogatásával. 150 fővel látja el továbbra is a HITA a tevékenységét, amelynek a másik legfontosabb feladata az a Magyarországon működő nagyvállalatokkal kötött stratégiai megállapodásokban rögzített célok teljesítése lesz. És ezek közül is elsősorban a beszállítói programok támogatását kell a HITA-nak az idei esztendőben nagy eredményességgel elvégezni. Ugye a stratégiai megállapodások, amelyből eddig már több mint 20-at kötöttünk, a stratégiai megállapodások egyik legfontosabb jellemzője az, hogy azok első látásra egy nagy nemzetközi vállalat és a magyar kormány megállapodását jelentik. De ezek a megállapodások ennél sokkal többet jelentenek, mert ezek a megállapodások gyakorlatilag mindig a teljes magyar, az adott szegmens kis és közepes magyar vállalkozásairól szólnak, ugyanis ezen megállapodások legfontosabb fejezete számunkra az, hogy a magyar vállalkozásokat beszállítóként támogassuk ezen nagyvállalatok esetében. Tehát magyarul a nagy nemzetközi vállalatok beszállítói körébe tartozó hazai vállalkozások termékfejlesztéséhez, a szükséges technológiaváltásához, a szükséges beruházásaihoz, a szükséges hálózatépítési és szolgáltatási háttérépítési feladataihoz fogunk megfelelő hátteret nyújtani. Mindenekelőtt természetesen a magyar gazdaság szerkezetét figyelembe véve a járműiparban, az elektronikai területen, a gépgyártásban, valamint a logisztikai szektorban. Most hát ennyit nagyjából a kormányzat szintjén milyen célkitűzések jelennek meg a HITA átalakítása kapcsán. Köszönöm szépen!